Gyerekek kicsik, akik még föl se fogják talán, ami történik velük, olyan díszletek között játszanak, ami egyáltalán nem embernek való. És csak idős embert, csak anyukát és csak gyereket látott az ember mindenfelé. A háborús területeken minden ötödik ember nagyon súlyosan, mentálisan, pszichésen sérül az események hatására, és a gyerekek aránya ebben óriási. 450 millió gyermek él vagy konfliktusövezetben, vagy menekülnie kellett onnan. Gyerekek a háborúban, ezek nem csak passzív áldozatok, igazi trauma, amiről van itt szó. Ők tanúként saját szemükkel látták mindazt a borzalmat, amit ők eljátszanak. A gyerekek részéről a stressz, a szorongás, az álmatlanság, az ágyba vizelés, a pánikrohamok, az egész életükre kiható következmények. Tavaly 8655 gyermeket soroztak be hivatalosan katonának a világon. A gázaövezetben a gyermekek fele fontolóra vette már legalább egyszer az öngyilkosság gondolatát. Ennek a 450 millió gyereknek jelenleg a világon azonnali humanitárius segítségnyújtásra van szüksége az élet legalapvetőbb feltételeihez. Nagyon köszönöm nektek, mert nélkületek ez nem működne. Iszonyú sokat számít, és ilyen gyerekeknek jelentheti a holnapot.